Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 31-e, szilveszter. Ezúton kívánok nektek boldog, békés, harmonikus új esztendőt. Békében, jólétben és egészségben minden jót, mindazt, amit elérni szeretnétek, hogy minden kívánságotok valóra váljon. Visszatérve erre az éjszakára, hiszen itt a jó szellemek éjszakájáról van szó, és ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul, és röviddel éjfél előtt én is ünnepelni fogok a férjemmel. Tehát ezen az estén van egy szertartás, 11 órakor indul, erre jelentkezhettek e-mailen keresztül, az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, arról beszámolok most ezen a felvételen. Ezen a napon nem csak a jó szellemek éjszakája van, amikor kívánhattok valamit, és akkor ez a kívánság beteljesedik, hanem egyúttal van egy portálnap. Amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé, ennek mindig van egy gyógyító ereje. A téma pedig a maja kalendáriumból van, ezért választottam ki ezt a képet, a maja piramist. A téma, hogy itt ki legyen, hogy ki lehessen építeni valamit. De erről beszámolok majd, ha mutatom a kártyákat. Az, hogy mikor van egy portál nap, az a maja kalendáriumból van. Ebben a naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. December 31-e, tehát szilveszter, az az első nap a harmadik hullámban. Ez azt jelenti, hogy mi magunk hozunk döntéseket. Lesz egy új irány, lesznek változások, de még van külső befolyás. Ez segíthet, de az is lehet, hogy valaki beleavatkozik a dolgainkban, és akkor jobb lenne például nemet mondani. Ebben a maja naptárban minden nap vannak szimbólumok. Ezen a napon, tehát az első napon, a harmadik hullámban Manik uralkodik. Manik lefordítva egy kék színű kezet jelent. A kék szín utal az érzelmekre, persze az égi hatalomra is. Amit ez a szimbólum még jelent, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat és cselekedjünk. December 31-e az a jó szellemek éjszakája, mégpedig a hetedik éjszaka. Ahogy te átéled ezt a napot, átviszed jövő év júliusára. Azok a témák hatnak most a szertartásnál is, ami a rák jegyére vonatkozik, hiszen a rák jegye és július hónap az összefüggésben áll. Itt az otthonunkról van szó, hogy legyen változás, legyenek szép kapcsolatok, látogatás, vagy kiszépítsünk valamit az otthonunkban. Persze jelentheti a családi kapcsolatokat is, hogy itt legyen találkozás, beszélgetés, harmonikus, szép kapcsolat a gyermekekkel, a szülőkkel, a családtagokkal. Ez a szertartás, illetve ez az energia jelenti a belső gyermeket és a gyermekkori emlékeket.
vagy azt is jelentheti, hogy most megvannak az alapok ahhoz, hogy kiépítsünk valamit az életünkben. Ez lehet egy stabil párkapcsolat, lehet egy cég kiépítése, tehát kihat a munkahelyi dolgokra is. Amit a rák jegye, illetve ez a szertartás még jelent, ez egy belső templom. És ha mi visszahúzódunk, meditálunk valami felett, akkor jó, ha befele tekintünk, és érezzük azt, hogy itt megvan a kapcsolat a jó Istennel, az angyalokkal, itt van egy templom, egy belső templom, ami erőt ad és bizalmat ad számunkra. Azon kívül itt vannak, én úgy mondanám, az álmodozások, amikor elképzelünk valamit, amit szeretnénk elérni. És ha megvan a hitünk ebben, akkor ez az elképzelés megvalósul. És pontosan erről van szó, itt ennél a jóslásnál, mit tudnánk kialakítani, hol vannak meg az alapok, hogyan tudjuk ezt kiépíteni. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, akkor az passzol a te helyzetedre. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Először itt ez az első sor. Itt van a sors kereke. És a sors kereke az mozog. Mégpedig abba az irányba, ahova tekintesz. Ahogy te ezt elképzeled. Ha vannak rossz gondolatok, vagy nincs meg a hit, akkor rossz irányba mozog. Viszont ha van egy szép elképzelés, és megvan ez a belső hit, akkor minden jóra fordul. Tehát a sors kereke azt jelenti, hogy legyen meg ez az elképzelés, erősítsd a hitedet, azon kívül jelent sors döntő eseményeket, találkozásokat, döntéseket, változásokat. Itt ez a kép utal az egész világra, de ha én megtekintem ezt a kártyát, nekem a gyógyító erő is itt eszembe jut, tehát lesz gyógyítás. Ha valaki beteg a családban, akkor itt a sors kereke fordul, jóra fordul, minden ott van a gyógyító erő. Vagy lehet, hogy ez a hivatásod, és akkor itt meg lesznek a kapcsolatok, lesznek változások, és ezt kiépítheted. A középpontban áll a szerelem, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos téma lesz a közeljövőben, a párkapcsolat. Amit még jelentenek itt a képek, hogy van különböző lehetőség, irány, mozgás, változások, ezek lehetnek utazások is, vagy döntések, és a botok jelentik a különböző irányokat, vagy különböző életterületeket. Tehát itt látható, hogy minden jóra fordul, itt van a gyógyító erő, lesznek utazások, változások, szerencse a szerelemben, de valami még fogva tart téged. És ki kellene lépni ebből a szűkös helyzetből. Ez lehet a munkahelyed, ez lehet a lakhely, ezek lehet családi kapcsolatok, vagy feszültségek a párkapcsolatban, holott ez a kép azért mutatja a szerencsét is, és a sors kerekeid lesz egy szerencsés fordulat, és akkor kilépsz ebből a helyzetből, jelenti a felszabadulás érzetét is. Érdekes, hogy mindkét kártyán a 10-es szám van, ami jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik.
Itt érzelmekről van szó, itt pedig anyagiakról. Ez lehet egy új kezdet a szerelemben, lehet munkahelyi változás is. És minden jóra alakul, hiszen látható itt a család, az élet, öröm. Tehát nagyon szépek ezek a képek, sőt, itt az arany érmék jelenthetik a jó anyagi helyzetet is. De itt valaki befolyásolja az eseményeket. Ugyanúgy, ahogy említettem, a maja kalendáriumnál a harmadik hullám, itt is a hármas szám jelenik meg, ez lehet segítség, hogy valaki odafigyel rád, segít neked. Ez lehet anyagi segítség, hiszen itt az érmékről van szó, vagy a munkahelyen, de azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki kíváncsi, beleavatkozik a dolgaidba, és akkor az kellemetlen lehet. Az a fontos, hogy te vedd kezedbe ezt a kartot, és ez a kart jelenti a döntéseket, vagy el tudja vágni ezt a kapcsolatot. És te hozod meg saját magad a döntéseket, hol legyen egy új kezdet, mit szeretnél kiépíteni, milyen változások lesznek a sors utadon. A lényeg az, hogy elfoglalt a helyedet az életben. Itt a királynő látható, de utalhat a férfiakra is, hogy légy biztos a dolgaidban, figyeld az eseményeket, okos döntéseket kell hozni, és itt látható a tűz eleme, a bátorság és a lelkesedés. Valami lelkesít téged, és ez megvalósítható. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!